Minden ünnepnek megvannak a nélkülözhetetlen kiegészítői, azok, melyek nélkül az az adott ünnep talán nem is lenne az igazi. Nem kivétel ez alól a karácsony sem, sőt, karácsonyfa, adventi koszorú, ajtódísz, vagy éppen a kinti és benti fények. Ha már itt járunk, önök tudták, hogy a karácsonyfa díszítésnek is van már divatja, és mindez évről évre még változik is. Bevallom, férfiasan én nem tudtam, de pozitív ember lévén nem estem kétségbe, mikor útnak indultunk erről forgatni. Munka közben legalább tanulok majd valami újat, gondoltam. Alkalmi tanárom Olá István a miskolci Silky Trade Kft. Tulajdonosa volt, akiről túlzások nélkül jelenthető ki, amit ő nem tud a dekorációkról, azt még nem találták ki. A karácsonyfaállítás Európában egészen a 16. századig vezethető vissza, hazánkban pedig a 19. századtól szokás. A dekoráció persze koronként változott. Olá István szerint mostanra szabályos kultusza alakult ki a karácsonyfa dekornak. A 80-as évekig menjünk vissza csak, hogy előszedték évről évre a megsárgult dobozokból a jó kis lengyel piacon összeszedett színes üvegecskéket, ami lehet, hogy gomba volt, lehet, hogy gömb volt, esetleg festett gömbök, és nagyon sokszor sírva rohantak még egyet-kettőt beszerezni, mert eltört a tárolás során, vagy éppen előző évben elfelejtették, hogy a gyermek hármat elroppantott. Ehhez képest nagyon-nagyon sokat változott. Szinte minden évben újabb és újabb trendszínek vannak a fenyődíszítés terén. Az elmúlt időszakot, ha végig kellene mondanom, akkor rendkívül hosszas lenne az interjú. Inkább arról beszélnék, hogy az éven mik a fenyődíszítésnek a trendjei, milyen színeket alkalmazunk, illetve mik az divatos termékek a fenyőfán. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek el kell csomagolnia a régi termékeit, hanem inkább úgy mondom, hogy fel kellene frissíteni a készletet, mint ahogy a ruhatárat. Egyébként rendkívül divatosak azok a termékek, amik még a régi retro képekre hajaznak. Natúr faszeletek, kis faházak, zsinorral tekert gömbök, de reneszánszát éli a mézes kalács is, nem csak mint finom karácsonyi édesség, hanem mint karácsonyfadísz is. Természetesen az üveggömbök sem tűntek el, ezekből, mint a szakember mondja, idén a halvány rózsaszínes, krémes, illetve pezsgő színek dominálnak, hideg árnyalatoknál pedig a szürkés és menta színek, de az egyszerű piros, a piros-fehér, vagy éppen az arany és a türkiz is örök klasszikusnak számít. Az adventi koszorú a karácsonyfákhoz hasonlóan a nagy múlttal rendelkezik. Az első ilyet egy német evangélikus lelkipásztor készítette el az 1800-as évek derekán, alapszíneit azonban a római katolikusoktól kölcsönözzük, melyben a lila a bűnbánatot, a rózsaszín pedig az örömöt jelenti. Egy másik magyarázat szerint minden adventi gyertya piros színű, mivel Jézus vérére emlékeztetnek. Olá István elmondása szerint a hagyományos színek kivételével itt is évente változik a trend. Ez a színvilág egyébként a mai napig mind megállta a helyét, tehát akár a fehér, akár a piros, akár a lila rózsaszín, viszont ugyanúgy, mint a fenyőfánál, az új trendszínek, tehát akár a mentaszínek, akár a bézs krémes színek, valamint a rózsaszín, illetve a lazac színeknek, krémes színeknek az árnyalatai jelentek meg a gyertyákban, illetve az alap is változott, hódít még továbbra is az igazi fenyőből készített adventi koszorú alap, viszont a szalma alap már egyre inkább önmagában háttérbe szorul, hanem inkább felöltöztetjük az alapot, és most az idén a legdivatosabb a szörmével beburkolt, szőrös alapra készített adventi koszorúk, amiket manókkal, illetve egyéb ilyen kis figurákkal egészítenek ki a gyertyák mellett. Rendkívül divatos a bagoly, illetve a rénszarvas gyertya. Ez nagyon-nagyon sok karácsonyi, illetve adventi termékben megjelenik. Ez is egy sláger. Én azt mondom, hogy a színek és a szőrös alap most, ami viszi a pálmát az idén. Természetesen más kiegészítőkkel együtt. Fánk és koszorunk már van, de mi van akkor, ha házunk vagy lakásunk minden zugába be akarjuk csempészni a karácsony hangulatát? Nos, természetesen ehhez is rengeteg alapanyagot talál az érdeklődő a különböző dekoros boltokban. A szakemberek azt mondják, ha elbizonytalanodunk, érdemes kérdezni, mert az örökérvényű mondás ebben az esetben is igaz. A kevesebb, legtöbbször több. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy akár a fenyő, akár a kiegészítő termékek, akár egy asztaldísz, akár egy adventi koszorú, vagy a bejáratnak a díszítései összhangban legyenek. Tehát lakásfüggő minden. Mindenki az egyéni ízlésének megfelelően tegye ezt a dolgot. Óriási tárház van. Tehát régen egy óriási karácsonyi díszítés volt egy színes csillogó boán, egy piros gömb, ami lógott lefelé mondjuk a lámpabúráról, és ez már karácsonyi díszítésnek minősült, akár irodákban, akár otthonokban.
országokban, ehhez képest óriási a fejlődés. Valóban nagyon sok mindent átvettünk a tengeren túlról, illetve Németországból. Ugye a rendszerváltozás után került egyre több lakásban már a kandalló, nagyon-nagyon divatos például a kandallók karácsonyi fényekkel, girlandokkal, illetve asztal, tehát nem is asztal díszekkel, hanem a kandalló, komplet kandalló díszekkel történő díszítése, egy-egy koszorút is felhelyeznek esetleg a kandalló oldalára. Az asztal díszekben gyakorlatilag bármi, ami a környezethez illeszkedő, ami megjelenik. Divatosak az egygyertyás, kétgyertyás, vagy akár a négygyertyás adventire hajazó asztaldíszek. Ezekben megjelenhet figura, illetve több helyen találunk ilyen kis erdei jeleneteket szarvasokkal, hóemberekkel, fenyőfákkal, ahol nem is annyira maga az adventi díszítés, hanem egy ilyen télies erdei hangulat a jellemző. Bár néhány évtizede majd, hogy nem elképzelhetetlen lett volna, de ma már sokan kívülről is ünneplőbe öltöztetik a házat, így decemberben. Fenyőágak, gömbök és a filmekből már jól ismert izzósorok. A mi házunk lesz a legszebb a környéken. Ezt mindig szerettem volna megcsinálni. Nagyon sok égő kell hozzá. Igen, sok munkával fog járni, de ha már úgyis kint vagyok és csinálok valamit, ha már dekoráció, akkor legyen igazi. Te is szeretnél büszke lenni rá, nem? Hát, persze. Gondolom. De nem lesz egy kicsit túl sok? Rossz. Mikor túloztam én el valamit az életben? Nem csak Clark van ezzel így, legalábbis Olá István elmondása szerint ez a fajta versenyszellem már itthon is tetten érhető. Most már talán itt is elindult egy ilyen versenyszellem, hogy kinek van jobban kidíszítve a lakása. Lehet, hogy még 10 évvel ezelőtt, ez még nem is olyan 30 évvel ezelőtti dolgok, mert akkor szinte semmi nem volt. Egy 3-4-5 éve jelentős ez a dolog, és most már megy utcán belül akár a versengés, tehát gyakorlatilag a közvilágításon kívül az utcafényét a karácsonyi fények már megadják. Ugye kezdődött az üzletek kivilágításával, és most már mindenki viszi otthonra. Ebben is óriási fejlődés van, tehát nem csak a lelógó jégcsapfüzérek, illetve régen a lakásba feltekert karácsonyfa izzók adták ezeket a fényeket, most már különböző technikai eszközök vannak, lézerrel, ledes megvilágítással, akár olyanok, ami a kapuból a lakásra vetíti a fényeket, és mozgó hópelyheket, fenyőket, hóembereket tartalmaz. Ez lehet piros, zöld, fehér színben, vagy akár csak simán fehér színben, kinek-kinek mi az elképzelése. Megjelentek az őzikék, hóemberek kivilágítva a kertbe. Tehát egy igazi tengeren túli feeling kezd gyakorlatilag elindulni ezen a tehát ebben a témakörben is a lakások díszítésénél. Csak aztán óvatosan a hosszabbítókkal, vezetékekkel, nehogy úgy járjanak, mint Griswoldék, akiknek előbb alig akart működni az a fránya dísz kivilágítás. Most jön a semmi. Egyszerűen nem értem. Aztán meg túl jól. Nukleáris segédgenerátor. Na de félre a tréfával, ugyanis a biztonság tényleg fontos. Olá István kiemelte, izzósor esetén mindig csak megbízható helyről, és kültérre kizárólag odavaló terméket használjunk, a személy és vagyonbiztonság ugyanis elsődleges. Ugyanez a helyzet a fenyőfa világítás esetén is. A karácsonyfát ugye a 80-as években, 70-es években még sokszor gyertyákkal, csiptetős gyertyákkal díszítették, ami rendkívül tűzveszélyes volt, főleg nem is karácsony szenteste környékén, hanem már a vízkereszt időszakában, amikor már a szoba hőmérsékletétől megszáradt a fa, és nagyon-nagyon könnyen tűzre tudott lobbanni. Nyilván ezeket kiküszöbölve fejlődött óriásit a karácsonyfa füzérek, karácsonyfa világítási berendezéseknek a sora, tehát ott is a legújabb LED technikákat alkalmazzák, aminek szinte minimális a hőkibocsátása, és meglepő, de van, ami 2-4 wattot fogyaszt a régiekhez képest. Tehát én ezeket ajánlom, és akkor hosszú távon biztonsággal üzemeltethetjük a fáinkat. A végére hagytam az örök vitát. Élő vagy mű legyen az a fenyő?
Nos, mi ebben a kérdésben pálcát törni nem fogunk, hiszen mindkettő mellett szólnak érvek. Vannak előnyei az élőfenyőnek, az illatát azt azért nem lehet pótolni, én azt mondom. Viszont vannak nagyon-nagyon bosszús pillanatai, először is, amikor a kedves férjeket kell arra unszolni, hogy kiválasszák a megfelelő fenyőfát, ez egy hosszas tortúra, 10-20-30 fenyőfát átnéznek, aztán beszuszakolják az autóba, és hazaviszik, illetve a fenyőfa faragás művészete, és akkor onnantól kezdve már vihető a lakásban. Na most ezt ki tudjuk küszöbölni azzal, hogyha egy megfelelő, modern, élethű műfenyőt választunk, amit évről évre elő tudunk venni. A műfenyőink, amiket mi kínálunk, akár 10 évet is kibírnak, sőt, van olyan termékkörünk most, ami 12 év garanciát ad rá a gyártó. A tapasztalatom az, hogy nem a műfenyő megy tönkre, hanem egy ilyen 5-6-8 év után megunják a családok, hogy mindig ugyanolyan jellegű a műfenyő, és mindig újabbra, modernebbre cserélik, akár még drágább kategóriában is. Természetesen az előzőt meg optimálisan nagymamának vagy bárkinek oda ajándékozzák és felhasználják. Rendkívül sok feszültségtől óv meg minket, illetve a műfenyőnek egy óriási előnye az, hogy nem tud kiszáradni, nem lobban rágra, ha bármilyen elektromos, bármilyen zárlat ér. Ráadásul a szakemberek szerint még díszíteni is szebben lehet. Persze ahány ház annyi szokás, a műfenyők mellett vélhetően sokak házát fogja idén is élő fa díszíteni. A tanácsot azonban fogadják meg. Első a biztonság. Hogy aztán nehogy így járjanak. Mi ez itt? Mi lett a fával? Miért vagy úgy elkámpicsorodva?